meg egy történetet, ami bárkivel megesett. Főszereplőnk, Hófehérke és a Hét Törpem. Az előadás címe is Hófehérke és a Hét Törpe, de egy kicsit másképp. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy lány, akinek a bőre olyan fehér volt, a mostohájával él, aki olyan gonosz, olyan kemény volt, nem tudta, ha valaki szebb volt nála, volt egy varázstükre, amit mindúttalan faggatott. Tükre, mondd meg nékem, van-e párja szépségemnek e vidéken? Szép vagy, királyné, te vagy a legszebb a világon. Szent volt az idő, Hófehérke eszendőről eszendőre szedve. Egy napon a királynő elővette ismét a varázstükrét, és megkérdezte tőle. Tükröm, mondd meg nékem, ki a legszebb e vidéken? Szép vagy, Rút Banya, de nem olyan szép, mint Hófehérke. Szép nagyon a Vég Banya. Alig van kint két foga. Vigyázz, tükör összetörnek! Még, hogy Hófehérke szebb nálam? Majd nem ezt mondod, ha megtudod, milyen furfangos tervet eszeltem ki. A gonosz királyné azonnal magához hívatta a fővadászát. Jöjj el, én vadász! Oh.
Honnan jöttél, szép lehányom? Thank you.
Én csak nevetek meg kell, kérdem este. Ezt írták szeretetben. Mellékhatása az arcomon, a széles kigyúr, ezért nevem. Vörő! Á, de hogy van? Én vagyok az apró szende, ezért vagyok nagyon csendes. Főzőcskét is szeretek, ebben lelem kedvemet. Pirosítok, nem kell. Nekem csak egy darab kellene. Egyetlen.
mennyibe kell 400 forint? Ha ha ha!
szimád! Szülök neked sok-sok! Gyere! Házvezető nőt nem fogadok, mosok, főzöm, takarítok, s mindeközben szexi maradok. Házvezető nőt nem fogadok, mosok, főzöm, harmadik, takarítok, mindeközben szexi Tanítatjuk! Tanítatjuk!